Halló, halló, jó estét mindenkinek, sziasztok! Szeretnénk elkezdeni a mai estét, és menjünk az Úr elé imádságba. Édesatyám, csak hálát adunk neked. Egyszerűen köszönjük ezt a mai napot. Köszönjük, Uram, hogy ez az utolsó nap, amit élünk, Uram. És a mai napig megemlékszünk arról, Uram, megemlékezünk a Te jóságodról, hogy Te vezettél el a mai napig, hogy Te áldottál meg minket, hogy a Te szereteted és kegyelmed minden nap megújult az életünkbe, hogy nem vetettél el minket, hogy ma is jöhetünk eléd, hogy ma is jöhetünk az Isten elé. És köszönjük, Uram, hogy utat készítettél, hogy valóban beléphessünk a nagy királynak a jelenlétébe, és a trónod előtt imádjunk téged. Uram, kérlek, hogy áld meg ezt a mai estét, és áld meg a mi dicsőítésünket. Áld meg, Uram, azt, ahogy keresünk téged. És válaszolj erre, Uram, és jöjj közénk. És mi felemeljük a Te nevedet, és áldjuk az Istennek a hatalmas nevét. A Jézus nevében. Amen. Amen. És ma este az Illésség fognak dicsőítésben vezetni minket, úgyhogy nyissuk meg a szívünket, és várjuk arra, hogy az Úr megérintsen. Szeretettel köszöntelek titeket. Elméletileg dobosunk is van, de ma mintha elég nehezen találna meg a színpadot. Biri Ádámot szeretnénk kérni a hangos bemondóhoz. Szülei nagyon várják, hogy előkerüljön. Addig valamit improvizálok. Nem tudom. Szerintem egyébként ez talán olyan értelemben egy rekordnak tekinthető dicsőítés, hogy soha nem volt még. Ez az! Soha nem vezettem még úgy dicsőítést, hogy a csapatnak ilyen magas százalékban náthás minden tagja, úgyhogy nagyon izgalmas lesz. Na, örülök, hogy itt vagyunk, örülök, hogy a csapat is itt van. És akkor gyertek, álljunk fel és dicsőítsük együtt Istent. Menet közben egy újdalt játszani is fogunk, de elég könnyű a szövege, úgyhogy majd bátorítalak, hogy szálljatok be. Hát akkor hadd szóljon. Áldom szent neved. Áldom szent neved, a mézzel. Minden áldás dicséretté. Minden áldás dicséretté, formás szívem. A kőzás dicséretté, azt mondom én. Hogy áldott áldom szent neved, áldom szent neved, a héten múlva nekem, hol nincs hiányom semmiben, áldom neved,
szent neve, az út a pusztába vezet, a száraz kietlen helyen áldom neved. Minden áldást, minden áldást dicséretté formál szíved, ha körül zár a sötétség. Oh, you're my shadow.
értünk mindez. Értünk lehet, értünk mindent. Értünk mindent. Mindez csak értünk lehet. Értünk mindent. Mindez csak
Figyelj, titkot mondok el. A szeretet titkát a szívem mélyen rejti el. Életem ezt formálta át. Halleluja. Társam s megváltó. Értem volt ki a vére, értem volt ki a vére, értem volt ki a vére. Yeah.
őrzi a szívünk követő. Lényem tiéd, nem akarsz fél szívű követő. Lényem tiéd, mint a halál. Tűz, mely lelkem
side of me. Ezerszer elestem én, de te mégis szeretsz, csak újra megbotlanék, megtart kerelmet. Örök félre az időben, nem tudok el, dicsősége véget lenni, nem szürkül el. Véget nem ér, nem szürkül el.
s az én célom az, hogy megtagadva magam eléd boruljak. Örök fénye az idővel nem múlik el, dicsősége véget nem ér, nem szűr. Igazság győz,
a teremtés is megújul. Egy villanás, és meglátjuk őt felhőben. Mennyasszony elért, visszatér a vőlegény. Őt hangja szent, és aki ővé feltámad, örökké él, a gonosz nem pusztít többé. Megváltott test, a hatatlanságba öltözik. A harcok vége, a halál terjed az élet. Elég jön majd felőben, csodáljunk szélről szélre. Letörni könnyű a fáradó, nincs többény. Dicsősége ránk ragyog, hasonlóvá válunk hozzá. Szent jelenléte velünk lesz örökké, örökké, örökké. Emelhet fel.
Drága mennyei atyánk, várjuk a napot, amikor majd veled lehetünk, a te színed előtt állhatunk örökké, Uram, a mennyben, Uram, és mindig a te jelenlétedben lehetünk, egy olyan világban, ahol nincs könny és fájdalom, és nincs veszteség, és nincs szenvedés, Uram. De köszönjük azt is, Uram, hogy a te királyságod már most elkezdetett bennünk. Köszönjük, hogy bennünk élsz, Jézus, és hogy megtisztítottál, Uram. Pedig méltatlanok voltunk, Uram. Meggyógyítottál, pedig nem érdemeltük meg, Uram. Megújítottál minket, Uram. És örök életet adtál nekünk, Uram. Pedig semmit nem tudunk letenni az asztalra ezért. Köszönjük neked ezt, Uram. És segíts nekünk, Uram, hogy ne legyünk olyan emberek, akik fél szívvel, Uram, követnek téged, hanem formáld a szívünket, hogy minden erőnkkel, Uram, a teljes elménkkel, Uram, a teljes szívünkkel tudjunk téged szeretni, és tudjunk téged követni nap, mint nap. Kérlek, hozz minket közelebb hozzád, Uram, és tölts meg minket a te szeretetettel, Uram, a te kegyelmeddel, Uram. Tölts meg a te szeretetettel, Uram, magad iránt, és a te szereteteddel, Uram, az embertársaink iránt is, Uram. Kérlek, formálj minket hasonlókká, mint amilyen te vagy, Jézus. Amen. Szép jó estét mindenkinek! If you need a translator, Gabi is on the back, she's waiting for you, and she help you, how can I listen to the service. Okay, szeretnék egy-két bejelenteni valót megosztani veletek. Jövő héten vasárnap, nem lesz itt vasárnap este, viszont 4 órakor és 7 órakor kóruskoncert lesz, és ez egy evangelizációs kóruskoncert lesz. Ha esetleg van olyan ismerősötök, aki még nem az Úrban van, és szeretnétek őket elhívni, ez egy nagyszerű alkalom lesz, hogy ezt megtegyétek. Interneten, illetve a gyülekezeti alkalmak után lehet jegyet vásárolni, ma valószínűleg ez nem lehet. Május 26-án, 27-én és 28-án Alice Potter buddhista szerzetes vezetésével a keleti vallásokról lesz egy szeminárium, ami ingyenes lesz. Ja, volt buddhista szerzete. Figyeljetek, szóljatok rám! Kiderülítem, ami egészen másról van szó, mint beszélek. És lesz házasság szeminárium június 4-én. Jó, ennyi. Menjünk oda, onnan tudom, mit kell mondani. Wow! Köszönjük, nagyon jó volt ez a dicsőítés, gyerekek. Annyira jó így dicsérni az Urat. Annyira jó hozzánk. Annyira szeret minket. De nem mi vagyunk az elsők. Mindig szerette az embereket. Már az első emberpárt is. És amikor megtörtént az a dráma, aminek a következtében mi is meghalunk, aminek a következtében átok alatt élünk, aminek a következtében rabszolgaként születünk erre a világra. Amikor a bűn, a halál, a betegség, a fájdalom beszivárgott az addig érinthetetlen és tökéletes emberi létbe, amikor az első emberpár bűnbe esett, és el kellett hagynia azt a kertet, amit az Isten nekik készített, akkor már megnyilvánult az Úr szeretete. Ugyanis az első emberpár, ahogy kijött az édenkertből, fügelevelekkel volt ruháztatva. Addig ők még nem láttak halált. Az első emberpár vegetáriánus volt. Nem biztos, hogy ezért te körökké, de hogy nem ettek húst, tehát biztos. Ártatlan volt. Nem tudták, hogy mi az, hogy gyilkolás. Nem tudták, mi az, hogy véres áldozat. Semmit nem tudtak. Egy tökéletes, dicsőséges világban éltek. Ettek minden fáról, arról is, amiről nem kellett volna, de egy
egy védett életük volt. Egy burokban éltek. Isten tökéletes védelmében. De amikor elhagyták azt a helyet, ahol addig éltek, akkor egyszerűen szükségbe voltak. Fölismerték a meztelenségüket, és fölismerték azt, hogy nehézségeik vannak. És az Úr ezt látta, és megnyilvánult az ő szeretete. Mert valami olyasmit hozott be a világba, ami addig nem volt. Addig se a gonosz nem látta ezt, se az emberiség nem látta ezt. Ugyanis ő az ő szeretetéből gondoskodott az emberről. Mégpedig egy áldozaton keresztül. Hiszen az első Mózesnek a harmadik részének a 21-es verse azt állja elénk, az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Ez a bőrruha, ez egy állatnak a bőre volt. Az első áldozatot, mielőtt még valamit is tudott volna az ember arról, hogy mi az, hogy áldozat, Isten megtette az ember érdekében, hogy ezen keresztül is megmutassa a gondoskodását, egy védelmet adjon neki, egy szükséget töltsön be, és mint egy felöltöztetéssel az ő védelmét és az ő átkarolását adta az embernek. És ez a véráldozat, ez egy nagyon fontos lépés volt. Ugyanis itt kezdődött valami, ami végig kíséri majd a történelmet. A vérnek a fontossága. Hogy amikor egy ártatlan állatnak a vérét kiontotta a mindenható Isten, azért, hogy az ember szükségét betöltse, annak volt egy szellemi ereje. Volt egy olyan funkciója, ami egy védelmet és egy új kezdetet hozott az emberiségnek. És látta ezt a gonosz. És látta azt, hogy milyen változás ment végbe annak következtében, hogy egy állat meghalt. Hogy annak a vére kihullott. És nem telt el sok idő, és megnyilvánult az ő gonoszsága. Megnyilvánult az ő természete, ugye ő pedig gyilkos, embergyilkos elejétől fogva. És egyből a negyedik részben azt olvassuk, hogy Káin és Ábel egy vitának a következtében gyilkosságig elmegy. És Ábel ártatlanul meghal. Meghal egy ember, a gonosznak a hátsó szándékát áldozatként Ábel elszenvedi. És az a vér, ami az ő élete volt, az kiömlött, és ez felkiáltott az Úrhoz. És azt olvassuk a negyedik fejezetnek a tizedik versében, amikor is az Úr szól Káinnak, és a következőt mondja neki. De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. Most ezért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja a testvéred kiontott vérét a kezedből. A gonosz, amikor Káint fölindította, hogy gyilkosságig elmenjem, és az ő édes testvérét megölje, és amikor ez a vér kiömlött, és ez fölhatott a szellemvilágba, ez megerősítette őt és az ő hatalmát. Mert ahogyan Istennek a véres áldozata megerősíti a kegyelmet, a bűnbocsánatot, megerősíti az ő erejét, úgy a gonosz is felismerte azt, hogy ebben erő van, és a véráldozaton keresztül, a gyilkosságon keresztül a saját birodalmát építette, és átkot, és még nagyobb veszedelmet hozott arra a generációra, arra az élő közösségre, ami akkor élt, vagy azóta is él. Amikor ártatlanok vére, amikor halál lengi körül az emberiséget, amikor háború, hamis vallások mutatnak be véráldozatot, az mindig erősíti a gonoszt. A gonosz nagyon sokszor úgy működik, hogy szövetséget köt egy-egy emberrel, és hazugsággal elvezeti őket egy fogságba, de fölemeli őket, hogy sokakat magukkal vigyenek. És ahogy ezek az emberek szövetséget kötnek Istennel,
és ezen keresztül hatalmat kapnak, nagyon sokszor ez háborúságba vezet, nagyon sokszor hamis báványimádásba vezet, nagyon sokszor nagyon gonosz dolgokhoz vezet, aminek a hátsó szándéka az a gonosz részéről, hogy a véráldozaton keresztül, az ember életen keresztül a saját birodalmát fölépítse. De Isten megtiltotta az ön népének, Izraelnek, hogy bármilyen módon is érintkezzen a hamis vallásokkal. Azt mondta, hogy ne is érintkezzetek ezekkel. Ne tudjátok azt, hogy itt mi van, ne tudjátok azt, hogy ez miért van. Ez nem azért van, hogy ti ebben részesek legyetek. Amikor a pusztában volt Izrael, és megkapta a törvényt Mózesen keresztül, akkor a harmadik Mózesnek a 20. fejezetében azt olvassuk, hogy az Úr valami nagyon különlegeset mond nekik. Mégpedig azt mondja nekik, hogy mivel fognak majd találkozni akkor, amikor majd bemennek arra a földre, amit nekik ígért. Izrael még nem ment be az ígéret földjébe. Nem tudja, hogy milyen báványistenek vannak ott. Nem tudja, hogy milyen népek laknak ott, és ezek a népek hogyan élik meg az ő hitéletüket, és milyen áldozatokat mutatnak be. Nem tud semmit erről Izrael. A pusztában bolyog. De Isten tudja, és elmondja nekik, hogy amikor oda mennek, akkor ne egy új szituációban találják magukat, hanem legyen tudásuk arról, hogy Isten előre megmondta, hogy hogy viszonyuljanak ezzel a helyzettel. És a 20. fejezet első verse a következőtől. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Mondd meg Izrael fiainak, ha Izrael fiai közül, vagy az Izraelben tartózkodó jövevények közül valaki odaadja gyermekét a moloknak, halállal lakoljon. Kövezze meg az ország népe, én is ellene fordulok az ilyen embernek, és kiirtom népe közül, mivel a moloknak adta gyermekét, és ezzel tisztátalanná tette szent helyemet, és meggyalázta a szent nevemet. Ha pedig az ország népe mégis szemet huny fölötte, és nem öli meg azt az embert, aki odaadja gyermekét a moloknak, akkor én fordulok az ember ellen, és nemzetség ellen, és kiírtom a nép közül őt, és mindazokat, akik követik a paráznaságban, paráználkodva a molokkal. Ha valaki halott idézőhöz és jövendőmondóhoz fordul, és követi őket a paráznaságban, ellene fordulok az ilyen embernek, és kiírtom népe közül. Szenteljétek oda magatokat, és legyetek szentek, mert én az Úr vagyok a ti Istenetek. Tartsátok meg a rendelkezéseimet, és teljesítsétek azokat, én az Úr szentellek meg titeket. Azt mondja az Úr, hogyha ti bementek majd arra a földre, és ott ti a molokkal találkoztok, és ott ti is úgy viselkedtek, ahogy ők, és odaadjátok a gyermekeiteket ennek a báványnak, akkor meg kell, hogy halljatok. Ha bármilyen oknál fogva, bármilyen szimpátia alapján nem ülne meg titeket a nép, akkor én fogok személyesen ott lenni és megölni. Annyira mély harag, elutasítás és szenvedély van az Úrban, hogy azt mondja, hogy ez a törvény, és ezt kell, hogy betartsátok. De ha nem tartsátok be, én fogok megjelenni, és én fogom megölni azt az embert, aki a moloknak odaadja a gyermekét. Mert azt mondja, hogy ezzel meggyalázza azt a földet, és az én nevemet. És paráznaságnak hívja azt, hogy idegen báványokkal ő szövetséget köt, és megcsalja azt az Istent, aki az ő Istene. Isten azt mondja, hogy ti ne legyetek olyanok, mint ők, hiszen őket azért írtam ki, mert olyan gonosz dolgokat tesznek, amiről ti nektek jobb, ha nem is tudjátok. De ti legyetek szentek, és én leszek az, aki megszentellek majd titeket. Egy nagyon komoly intés, egy nagyon komoly ige az, amivel itt találkoznak a pusztában. És amikor ezt hallották, akkor igen sok év eltelt, és még mindig nem tudták, hogy mit kezdjenek ezzel a pár igével. Hiszen a sivatagban nem találkoztak semmilyen törzsel,
semmilyen más istenséggel, semmilyen molokkal, hanem ott voltak. És gondoskodott róluk az Isten. De ahogy beérünk a történelemnek a folyásában, Salamon királynak az uralkodásában, aki akkor a világ leggazdagabb embere volt, aki bármit megtehetett, amit a szeme kívánt, és sok népből kiválasztotta a legszebb lányokat, és nagyon sok szép lányt feleségül vett. Ha elmegyünk a Királyok első könyvének a 11. fejezetében, akkor a következőt olvassuk. Az első verstől. Salamon király sok idegen asszonyt szeretett a fáraó leányán kívül. Moábiakat, ammóniakat, edomiakat, szidóniakat és hettitákat. Olyan népekből valókat, amelyekről azt mondta az Úr Izrael fiainak, ne keveredjetek közéjük, és ők se keveredjenek közétek, mert az ő istenekhez hajtják szíveiteket. Ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel. Volt neki 700 főrangú és 300 másodrangú felesége. Feleségei elhajlították a szívét. Így történt, hogy Salamonnak a szívét vénségére más istenekhez hajlították a feleségei, és szíve nem volt teljesen istené az úré, mint apjának, Dávidnak a szíve. Mert Salamon Astoretet, a szidóniak istenét, és Milkomot, az ammóniak bálványát követte, így olyan dolgot tett Salamon, amit rosszak lát az úr, és nem követte olyan tökéletesen az urat, mint apja Dávid. Akkor épített Salamon áldozóhalmat a Jeruzsálemmel szemben levő hegyen Kémosznak, a Moábiak báványának, és Moloknak, az Ammóniak báványának. Így tett Salamon a többi idegen asszony kedvéért is, akik a maguk isteneik töményezték és áldoztak. Amikor megöregedett Salamon, akkor az a sok nemzetiségű felesége, aki ezt szerelemmel ragaszkodott, az ő gyengeségét kihasználva elfordította a szívét Istentől, és a saját isteneik felé fordította. És Salamon, aki a templomot építette, fölépített áldozóhalmokat, bálványhelyeket, Kémosnak, Moloknak, Astartotnak, és egyéb bálványimádási helyek mellett ezeket is imádta. Ennek a következtében egy olyan átok jött Izraelre, ami miatt ketté szakadt az ország, és soha többé nem lett egy. Ez egy olyan mély csapdája volt a gonosznak, amire Salamon, ha tudta volna, hogy ilyen nagy átokba szalad, biztos, hogy többször meggondolta volna. De az ő szerelmes szíve az elfogadta azokat a tanácsokat, amiket a feleségei ajánlottak neki, és azt hitte, hogy ez nem olyan komoly. De Isten megmondta, hogy ez igenis nagyon komoly, és hogy nem lehet ezzel viccelni. Amikor emberáldozatokat mutatnak be, akkor a gonoszság hihetetlen mértékben megerősödik. Ez történt, amikor a második királyok könyvének a 3. fejezetében találkozunk egy háborús helyzettel. Ebben a szituációban Izrael és Júda királya, valamint Edom királya szövetségre lép, hogy elmenjek és a moábiak ellen harcoljanak. És ahogy szövetségre lépnek, elindulnak, hogy megkeressék a csatának a helyét, de eltévednek. És amikor eltévednek, 7 napig bolyonganak. És már majdnem szomjan halt mindenki, amikor az Úr egy nagy csodát tett, és Elizeuson keresztül megprofétálta, hogyha gödröket ásnak, akkor másnapra ebben víz lesz, és mindenki tud inni. És ugyancsak Elizeuson keresztül megprofétálta az Úr, hogy megveritek Moábot. Óriási győzelem lesz fölötte. Minden városát elfoglaljátok, a földjét leromboljátok, a fákat kivágjátok, és a kutakat beássátok. Mert én gyűlölöm azt, ami ott van. Én gyűlölöm azt, ahogyan ők élnek és imádják a sötétséget. És ezért én nektek győzelmet adok. És amikor eljön a csata napja, óriási győzelembe mennek 3. Viszont van még egy város.
Az a város, ahol a király is él, a Kir Hareset. Az a város, ahol ott van még a királyi család. És ez az utolsó erősség, amit készülnek elfoglalni. És a következőt olvassuk a harmadik fejezetnek a 25-ös versétől. A városokat lerombolták, a jó szántóföldeket mind teledobálták kővel, minden forrást betömtek, és minden termőfát kivágtak, csupán Kir Hareset kövei maradtak meg. De azt is körülvették, és lőtték a paritjások. Amikor Moab királya látta, hogy nem bírja tovább a harcot, maga mellé vett 700 kardforgató embert, hogy keresztül törjenek Edom királyságnál, hogy Edom királyánál, de nem tudtak. Ekkor fogta elsőszülött fiát, aki ő utána lett volna a király, és feláldozta égő áldozatként a várfalon. Emiatt olyan nagy felháborodást támadt Izraelben, hogy fölkerekedtek és visszatértek hazájukba. Amikor a Moábita király látta, hogy semmilyen eszközzel nem tud győzni, ha nem tud kiszbágni egy részt a frontvonon, hogy kimeneküljön. Amikor ez a kísérlete is meghiúsult, akkor ő a sötétség erőjéhez fordult. És az elsőszülött fiát, aki utána lett volna a király, az ellenség szeme láttára a várfalon égő áldozatként bemutatta a sötétség erőinek. És ez olyan erőt hozott le, olyan megdöbbentést váltott ki, olyan gyűlöletet váltott ki a támadó izraeli csapatokból, hogy nem foglalták el a várost, hanem hazamentek, és ott hagyták ezt a várost. Jeremiás által megprofétálta az Úr, hogy ő gyűlöli azt, amikor a fiaikat fölégették. És a Jeremiás 7. fejezetének a 31. versében következőt olvassuk. Mert olyat követtek el a júdaiak, amit rossznak látok, így szól az Úr. Förtelmes báványaikat abban a házban állították föl, amelyet nevemről neveztek el, és tisztátalanná tették azt. Felépítették a Tófet áldozóhalmait a Ben Hinnom völgyében. Tűzben égették el fiaikat és lányaikat, pedig ezt nem parancsoltam, sőt, eszembe sem jutott. Ez a hely, a Hinnom völgye, ez Jeruzsálem mellett van. És amit ott felállítottak, az a Moloknak egy báványimádó helye volt. Ez egy olyan bávány volt, aminek a hasa üreges volt, és megmelegítették, és fölforrósodott, egy ilyen két kéz volt kialakítva fémből, és rátették a gyermekeiket, és elégették, és így a sötétségnek feláldozták. Ez gyűlöletes cselekedet volt az Úr előtt. Ez valami olyasmi volt, amire azt mondja, hogy nemhogy nem parancsoltam, hogy ilyet tegyenek, nem is gondoltam, hogy ilyen megfordul a fejükbe. De amikor az ottani népeknek a szokásait látták, ez beleszivárgott az ő életükbe is. Ezt a helyet, a Hinnom völgyét, maga Jézus a Gehennaként említi. Ugyanis ez a hely lett a későbbiekben Jeruzsálemnek a szemétlerakója, és Jézus, amikor a sötétség helyét említi, amikor azokat az igéket mondja, hogy mi vár azokra, akik az örök pusztulásban lesznek, és a Gehenna szót említi, akkor egy párhuzamot állít ezzel a területtel. Mert egyfelől egy szemét lerakó hely volt, amiben rengeteg féreg volt, de ugyanakkor egy sötétség áldozó hely is volt, ahol a sötétséget imádtak, és elsőszülött fiakat és lányokat feláldoztak azért, hogy a sötétség által erőt kapjanak. A második király 23. fejezetében Jósiás király lerombolja ezeket, és ugyancsak megemlíti azt, hogy ez a Moloknak volt szentelve. Második király 23, és ott is a 10. vers. De már egy kicsit hamarabb, a 7. verstől. Lerombolta a férfi paráznák házait, amelyek az úrháza mellett voltak,
ahol az asszonyok sátracskákat szőttek a napistennőnek. Behozatta az összes papot Júda városaiból, és áldozóhalmokat pedig, amelyeket a papok töményeztek, tisztátalanná tette Gebától Bérsebáig. Lerontotta a kapuknál lévő áldozóhalmakat, amelyeket Jeshua városparancsnok kapujának a bejáratánál voltak. A városkapun bemenve balkész felől. Az áldozóhalmok papja azonban nem járultak az Úr oltárához Jeruzsálemben, csak kovásztalan kenyerek ehettek atyuk fiai között. Azután tisztátalanná tette a tófetet a Ben Hinnom völgyében, hogy senki se égethesse el fiát vagy lányát áldozatul a moloknak. És még soha tovább olvassuk, hogy mi mindent tett még ő. De ebben az időben is ez egy olyan hely volt, ahol a sötétséget imádták és embereket mutattak be. És Istennek egy helyreállító munkáját végezte el Jósiás, aki mindezeket lerombolta, hogy ne tehessék meg az emberek ezt. A Szofóniás könyvének az első fejezetében, és ott is az 5. versben azt olvassuk, hogy az Úr a következőt mondja a Szofóniáson keresztül. Kiirtom azokat, akik leborulnak a háztetőkön, az égserege előtt, azokat is, akik leborulnak az Úr előtt, és esküsznek rá, de esküsznek a molokra is. És azokat is, akik elfordultak az Úrtól, nem keresik az Urat, és nem törődtek vele. Azt mondja, hogy nem lehet leborulni a molok előtt és az Úr előtt. Ezt mondja a Szofóniáson keresztül. Hogy miért beszélek ilyen sokat ezekről a dolgokról? És kicsit hosszúnak tűnik. Mert nagyon fontos dolgokról fogunk beszélni. Olyan fontos dologról, ami eddig nem biztos, hogy mindenki előtt nyilvánvaló volt. Mert a világ hatással van mindenkire. És amikor Izrael bement a földre, akkor azok a gonosz dolgok, amiktől annyira távol akarta tartani az Úr őket, szép lassan megmérgezte őket. És eljött az az idő, amikor Izraelnek a királyai föláldozták a moloknak az elsőszülött fiúkat. Ez megtörtént a 2. Királyok 16. fejezetében, ahol Aház Júda királya elégette az ő fiát. És megtörtént a 2. Krónika 33.6. részében, ahol Manassé is elégette a fiát. Mindezt azért, hogy az ő tekintélyük, az ő hatalmuk megerősödjön. Ez egy történelmi példa, ami elég hosszú távon végigkísérte Izraelt és a gonoszság harcát. De ez csak egy példa. És igazából rengeteg fajta szokással, rengeteg fajta csellel próbálkozik a gonosz, hogy Isten népe ne elválasztva legyen ezektől, és ne az Urat imádja, hanem bármilyen más módon leborulja más bálványok előtt. Hogy bármilyen más módon erőt és imádatot mutasson be a sötétségnek. És akkor, amikor ezek a királyok feláldozták a gyermekeiket, onnan kezdve, hogy Salamon már a moloknak fölépítette egy templomot, Izrael elvesztette a szentségét. Elvesztette az ő tisztaságát, elvesztette az ő erejét. És az Úr azt mondta, hogy azért, mert te ezt tetted, el kell, hogy menjél Babilonba, hogy ott megtisztuljál. El kell, hogy menjél, és hogy magadba szálljál. Tudjátok, az ártatlan vér, az a vér, amely nem tud védekezni, és nem az Úrnak való fölszentelt áldozat, hanem az a vér, amely a sötétséget emeli föl, és az ő erejét építi, az nagyon erős. És a 106. Zsoltárban azt árul elénk, a 37. versben, hogy feláldozták fiaikat és lányaikat a szellemeknek, ártatlan vért ontottak fiaik és lányaik vérét, akiket a kánaáni báványoknak áldoztak. Vérontással gyalázták meg az országot. Beszennyezték magukat cselekedeteikkel, erkölcstelen tetteikkel.
Magyarországon kb. 5 millió abortusz történt. Ezek ártatlan véres áldozatok voltak. Ezek a kicsi emberkék nem tudtak védekezni. Ezek nem az Istennek való áldozatok voltak, hanem a sötétségnek. Ezek olyan áldozatok voltak, aminek a hatása egy nagyon erős átok alá helyezte ezt az országot. Mert a véráldozat a legmagasabb szintű áldozat. És az ember áldozat pedig azon belül is a legmagasabb szintű. És ezek a vérek, ezek következményt hoznak az adott országra. Ennek a következtében a gonoszság megerősödik, és olyan dolgok történnek, amiknek a hatását nyilvánvalóan láthatjuk. Amikor nyilvánvaló az oktatásban, a tudományban az istentelenség. Amikor a politikai döntéshozásban a homoszexuálisok gyerekeket fogadhatnak és házasságra léphetnek, amikor már az óvodásoknál nem lehet tanítani, hogy fiú vagy lány, amikor minden irány abban megy, hogy nyíltan vagy burkoltan, de Isten beszéde ellen legitim módon föllépjenek, amikor a világban a szórakoztatás olyan irányt vesz, ami sem a szentséget, sem a tisztaságot semmilyen módon még nem is érinti, akkor ennek a következményeit mi is látjuk. És ezek az irányok hatása vannak a gyülekezetre. És ezek a dolgok beszivárognak az egyházba, hiszen mi is közülük élünk. És mindannyiunknak vannak ismerősei, akik még nem az Úr, és látjátok, hogy élnek azok, akik ma a sötétség tekintélye alatt élnek. Hogy hogyan gondolkodnak, és hogy a különböző csatornákból milyen vélemények érkeznek el hozzájuk. A mai tanításnak az a cím, hogy ébredj fel. Arról volt, hogy a pénzről fogok tanítani, de ez elég gyorsan kiderül, hogy ez nem a pénzről szól. És ez egy nagyon komoly téma. Annyira komoly, egy viccet nem mertem elengedni. Csak mi ismerjük az igazságot. Csak mi tudjuk, hogy kicsoda az élő Isten. Csak nekünk van tekintélyünk, hogy imádkozzunk, hogy megváltozzon. Csak nekünk van lehetőségünk olyan áldozatot bemutatni, a szívünk áldozatát, ami az Isten dicsőíti. És lerombolni a sötétség helyeit, hogy legyengüljenek azok az oltárok, amik az országot romlásba és pusztulásba viszik. Az Úr azt mondja, hogy ébredj föl, aki alszol. Ébredj föl. Lásd meg, hogy milyen az élet. Lásd meg, hogy hogyan nő a sötétség. És hogyan viszi fogságba és pusztulásba az embereket. Hogyan lesznek öngyilkosok, hogyan lesznek olyanok, hogy az Isten nem is gondolja, hogy ilyen lehet. Mert megerősödött a gonoszság. És egyre nagyobb a sötétség. De azt mondja, hogy ha fölébredsz, akkor meglátod azt, ami a Krisztusnak a dicsősége, az ő világossága, ami rajtad keresztül kiárad. Mert senki, aki nem ismeri az Isten szellemét, nincs közösségben az Istennel. Ezért onnantól kezdve nincs lehetősége áldást mondani. Nincs lehetősége változást előidézni. Mert más módszerekkel és más gondolattakkal közelít a problémához, nem pedig az Isten és a gonosz harcaként. Azt mondja az Úr, hogy a miénk az ő világossága. Mi vagyunk azok, akik ismerjük mindazokat a dolgokat, amiket ő kinyilatkoztatott. És ő nekünk adta az ő erejét. És azt mondta, ha te kiáltasz hozzám, akkor én meghallgatlak, és megsegítelek. És te vagy az, akin keresztül én munkálkodom. Te vagy az, akin keresztül én változást tudok elérni. És hogyha ezt fölismered, ahhoz neked föl kell ébredni. De ha te fölébredtél, és erre föl lélegzel, hogy te ebbe akarsz előre menni, az Úr meg fog segíteni. És ez a keresztényeknek, nekünk is, az Isten általi célunk, hogy ezt a nemzetet megváltoztassuk. Mi vagyunk erre megteremtve. Isten arra hívott el minket, hogy nemzetformálóak legyünk. A gonoszság az egyre nagyobb hegyeket emel, de semmi esélye nincs Istennel szemben. Semmi esélye nincsen a mindenható királlyal szemben.
Mert a mindenható király, aki megálmodta a mennyet és a földet, aki kitalálta mindezt a sok gyönyörűséget, amit láthatunk, és mindezt, amit nem láthatunk, az olyan erős, hogy a gonosz az nem ugye egyenlő vele, hanem annyi esélye nincsen, mint bármelyikünknek fénykorában Michael Tysonnal. 0%. Nulla. Sőt, mindazt, amit ő csinál, még a saját céljaira használja föl. Képzeljétek el, hogy a világ teremtése előtt az Atyaisten a Fiúistennel megegyezett egy időpontban. Egy időpontban, hogy mikor lesz az ő ünnepélyes győzelme, amikor meghal a kereszten. Megegyezett egy olyan időpontban, ami még azelőtt volt, hogy akár csak egy gondolat is megvalósult volna a teremtésből. És Izrael 430 évig volt Egyiptomban, fogságban. 430 évig volt olyan, mint egy rabszolga. És a második Mózes könyvének a 12. fejezetében találkozunk azzal a leírással, ami elénk tárja, hogy mi történt 430 év után. Második Mózes könyvének 12. fejezete. Gondolhatnánk azt, hogy ha 430 évig fogságban vagyunk, akkor a kijövetelre van időnk. Miért mondta azt az Úr, amikor eljött a Páska bárány ideje, hogy siet vegyétek meg, ruhába, felöltözve, állva, éjjel, és legyetek készen az indulásra. 430 évig senki nem szólt hozzájuk. És egyszer csak jön a válasz, hogy meg kell ölni a bárányt, föl kell kenni az ajtó fölfára, meg kell enni, és gyorsan ki kell menni. Óriási a kontraszt, hogy 430 évig itt ráértem, most meg egy nappal később nem mehetek ki, pont ezen a napon kell kimennem. Igen, mert egy tökéletes tervbe voltak benne. Egy olyan tervbe, amely már megszületett azelőtt, hogy megalkotta volna a világot az Isten. És amikor ették a bárányt, és amikor eljött az az éjszaka, és akik fölfestették a fára, az ajtófélfára a vért, egyetlen egy éjszaka alatt annak az ártatlan báránynak a vérének a következtében egy óriási változáson mentek keresztül. Mert addig rabszolgák voltak. Addig nem volt semmi jelentősége az életüknek. Addig egy taposómalomban voltak, amely a haláluktig eltartott. Addig nem volt önértékelésük, és nem volt lehetőségük. Betegek és szegények voltak. Egyszerűen rabszolgák voltak. De azon az éjszakán, amikor eljött az a nap, amit az Isten megtervezett már a teremtés előtt, és fölfestették a bárány vérét, és eljött a pusztító angyal, annak a vérnek olyan ereje volt, annak az egyszerű kicsi báránynak a vérének, hogy a leggonoszabb pusztító angyala, halálangyala nem tudott bemenni. A szellemvilágban ez olyan védelmet jelentett minden egyes házba, hogy ki kellett, hogy kerülje az öldöklő, aki nem félt a fáró fiát megölni. Nem egy rabszolgát. De annak a vérnek olyan ereje volt, hogy nem tudott behatolni. És aki bent volt, az tökéletesen aludt, és jól érezte magát. Aludt, nem aludt, mevett. De semmi bajuk nem volt. Mert a vérnek ilyen ereje van. Egy állat vérének ilyen ereje van a szellemvilágban. És azon az éjszakán a rabszolgákból szabadok lettek. A reménytelen taposomalomban élőknek lett egy céljuk. Lett egy iránya az életük. Akik szegények voltak, azok arannyal is ezüttel lettek gazdagok, és az összes beteg azon az éjszakán meggyógyult. Mert nem volt beteges és sánta Izrael gyermekei között, mikor kijöttek Egyiptomba. És egy cél felé mentek. És két hét volt már csak hátra, a legrövidebb úton,
hogy elérjék az Ábrahámnak adott örökséget. Két hétre közel voltak ahhoz, hogy belépjenek az ígéret földjére. Egy éjszaka alatt egy nemzet lettek. A semmiből valakik lettek. Azok, akik a vér alatt voltak. De ez a nemzet nem egy demokratikus, liberális nemzet volt. Ez egy hadsereg volt. És már azon az éjszakán, amikor megmentette őket az Úr, azon az éjszakán ő már úgy hívja az egész nemzetet, hogy az én hadseregem. Ugyanis a 12. fejezetnek a legutolsó verse, azt árja elénk az 51-es vers, ugyanazon a napon ki is hozta az Úr Egyiptom földjéről Izrael fiait seregestől. Seregek voltak. És ha készek lettek volna arra a napra, hogy Isten serege legyenek, ha készek lettek volna ezt a változást megélni, elhinni mindazt, amit Isten mond, és elhinni mindazt, ami az ő életükben lehet, akkor két héttel később már megérkeztek volna. De egy harccal teli két héttel. És hogyha egy báránynak, amit fölkennek a falra a vére, olyan erő, hogy a leggonoszabb szellem sem tud ártani, ha az Isten védelmében van, akkor mit gondoltok, hogy a tökéletes, szeplőtelen báránynak a vére milyen erővel bír a szellemvilágban? Mit gondoltok, hogy milyen ereje volt a Krisztus áldozati vérének? Milyen tökéletes győzelmet adott mindazoknak, akik a vér alatt élnek, akik az ő oltalmában élnek? Ahogy az első emberpárnál ott volt a véráldozat, és egy védelmet adott, egy biztonságot, egy komfortot adott az a bőrruha, amit Isten készített nekik. Ahogy kijött a rabszolgaságból, Egyiptomból az ő népe, a vér oltalma alatt, és a rabszolgákból szabadok, a reménytelből reményteljesek, a szegényből gazdagok, a betegből gyógyultak, és még ki tudja, mi minden volt ott a változás. Mit gondoltok, milyen változás van a Krisztus vérében? Mennyivel erősebb mindennél az az időt és teret áthidaló tökéletes áldozat, amely az ádámi faj minden egyes tagjára védelmet, menekülést, oltalmat, üdvösséget és reményt hozott. Mit gondoltok, mekkora erő van a Krisztus vérében? A mi életünk szervesen összekapcsolódik a Krisztus véréhez. A mi ébredésünk és a mi győzelmünk szervesen hozzákapcsolódik ahhoz a tökéletes műhöz, amit ő elvégzett. Mert az Úr nem csak azt akarja, hogy fölébredjünk, hanem hogy lerontsuk a sötétség oltárait. Nem csak azt akarja, hogy fölébredjünk és körülnézzünk, hanem akarja nekünk elmondani azt, amit elmondott azon az éjszakán, az Egyiptomból kijövőknek, hogy ti az én hadseregem vagytok. Szeretnék egy-két gyakorlati dolgot elmondani. Gondoljátok meg, és ha tetszik, akkor ne csak meghallgassátok, hanem cselekedjetek is. A te szádban egy kürt van, amit ha megfújsz, a szellemvilág erre reagál. A te szádban a kimondott szavaid történelmet írnak. A te szádban az imádat és a dicsőítés lerontja a sötétség erőit. És amikor te a Krisztus vérét kiirdeted magadra és a dolgaidra, akkor te valódi védelem alatt vagy, és a gonosz nem is tud illetni. Kezdjetek el imádkozni azzal a tekintéllyel, amit Isten itt hagyott nekünk. Kezdjétek el azt az életet, hogy ez az ország megváltozzon. Kezdjétek el úgy élni az életeteket, hogy a
az Isten vérének az erejébe éljetek. Mert anélkül nincsen sem élet, sem erő, sem győzelem. És ugye azt mondja az Úr, hogy lehet aludni, meg lehet ébren lenni. Aludni igazából nem jelent semmit sem. Egy öntudatlan állapot. De amikor az ember ébren van, és látja, hogy Isten mit akar, és látja, hogy az ország hova megy, akkor megérti, hogy egyedül neki van erre lehetősége. Se a parlamentben, se az egyetemeken, se a legnagyobb hivatalokban senkinek nincs lehetősége győzni. Csak nekünk. Kizárólag Isten gyermekeinek van lehetősége áldást és változást mondani erre az országra, hogy az a sok erő, amely fölhalmozódott itt a történelemben, megszűnjön hatást gyakorolni, és Istennek az ereje pedig változást hozzon. Hogy megváltozzon ez az ország. Mert ha ez az ország megváltozik, akkor a hívők helyzete is megváltozik. És látni fogjuk a győzelmeket. És nem kell elmenni Ugandába, vagy Dél-Amerikába, vagy Ázsiába, hogy lássuk azt, hogy a semmiből valami lesz. Mert a mi szánkban ugyanúgy ott van az Isten. És ha mi kiáltunk az Úrhoz, ugyanúgy meghallgat és válaszol. És minden egyes lehetőségünk az imádságban van. A dicsőítésben, a hálaadásban. És ha fölismerjük azt, hogy mennyivel erősebb a mi Istenünk, mint minden próbálkozása gonosznak. Ha fölismerjük azt, hogy az élő Istennek vagyunk a szövetségesei, és ezt a szövetséget ő velünk, amikor megkötötte, az ő vérével kötötte. Mert a szövetség, az üdvösség, minden, amit el lehet képzelni az áldásokról, az a vérben van. És amikor mi erre reagálunk, és amikor mi ezért hálásak vagyunk, hogy nem csak, hogy ismerjük az ő terveit, nem csak, hogy megmenekültünk, hanem lehetőségünk van a többi hátra maradtnak is irányt mutatni, és áldást mondani rájuk, és szabadítást mondani az ő életükre, akkor az nagyon felemelő. Ez olyan, mint amikor egy győztes hadsereg bevonul, és kiszabadítja a foglyokat. Mert nem feltétlenül ott ér véget az élet, hogy mi alszunk hívőként. Nem feltétlenül arról szól a történet, hogy mi nem akarunk tudni semmiről. Mert Isten azt szeretné, ha fölébrednénk. Azt szeretné, hogyha látnánk, amit ő lát, fontosnak tartanánk, amit ő fontosnak tart, és abból tudnánk meríteni, amit ő ad nekünk. És amit ő adott nekünk, az az ő vére, az ő élete. És ebben van az összes győzelem. Imádkozzunk. Istenem, én annyira hálás vagyok, hogy te egy új szövetséget kötöttél velünk. A te véreddel, Uram. És köszönöm, hogy a te véred az hangosan beszél. És köszönöm, Uram, hogy az a győzelem, amit te szereztél, az örökké való. Hogy ez mai győzelem. És Uram, annyira köszönöm, hogy fölébredhetünk. Annyira köszönöm, hogy láthatjuk, hogy a gonoszság milyen rafinált módon működik, Uram. De Uram, nem akarjuk, hogy elnyomást legyen, hogy a sötétség, Uram, pusztulást hozzon, hanem szeretnénk, Uram, mi magunk visszatérni hozzád. Szeretnénk mi, Uram, megtisztulni a te véred által. Szeretnénk mi megerősödni te benned. Szeretnénk mi a te védelmedben élni, és szeretnénk úgy harcolni, Uram, ahogyan te harcoltál, ahogy te tanítottál minket, Uram. Köszönöm, Uram, hogy te vagy az Úr, hogy te vagy az Isten, hogy minden, Uram, alattad van, hogy te, Uram, szuverén vagy, hogy amit elhatároztál, azt a napra pontosan megtetted, Uram, hogy nincs senki, aki téged, Uram, bármilyen módon gátolna. De köszönöm, hogy te bennünk gondolkodsz. És, Uram, mekkora kiváltság, hogy nemzetformálók lehetünk, Uram. Uram, mekkora kiváltság, Uram, hogy új identitásunk van, hogy mi vagyunk a te hadsereged. Uram, köszönöm, hogy mindezt a vér alatt való menekülésben lehetett a miénk. És Uram, mi ezt nagyon-nagyon köszönjük, és hálásak vagyunk. És valóban föl akarunk kelni, és megfújni a kürtöt, Uram.
riadót fújni, Uram, és imádkozni, hogy a Te terved valósuljanak meg. Hogy ne a gonosz diadalmaskodjon ebben a generációban, hanem az Úr dicsősége. Hogy sokan fölismerjék, hogy él az Isten. Hogy ne a hazugság, hanem az igazság legyen nyilvánvaló. Hogy ne a sötétség, hanem a világosság legyen nyilvánvaló, Uram. És köszönöm, hogy nekünk adtad azt a kiváltságot, az egyedüli kiváltságot, Uram, hogy Uram, a halottak között élők lehetünk. És köszönöm azt, hogy Te nem fejezted még be ebbe az országba a munkádat. Hogy sokakat akarsz megmenteni. És így kérünk, Istenem, hogy Te tartsál minket ébren. Adjál ebbe bátorságot. Adjál ebbe vezetést. Adjál ebbe bölcsességet. Adjál ebbe nekünk kitartást. Uram Istenem, és adjál válaszokat. Hadd lássuk meg a győzelmeket. És mi, Uram, csak a szívünk háláját hozzuk. A szívünk imádatát. Azt, Uram, hogy szeretünk Téged. Hogy kiszabadítottál a mi Egyiptomunkban. Hogy már nem ott élünk, hanem a Tiéd vagyunk. Hogy minden átok véget ért, és benned minden áldás a miénk. És köszönöm, hogy Te semmit nem sajnáltál tőlünk. Hogy mindent nekünk adtál. Uram, kérlek, hogy Te tartsad ébren a mi szemünket. Te tartsál minket, Uram, forró tűzben, Uram, hogy valóban úgy éljünk, ahogy Te élnél a helyünkben. Kérlek, hogy segíts meg minket a Jézus nevében. Amen. Imádjuk az Istent. Más sajtot kívül jön.
Szeretnél fölébredni. Te is szeretnél reagálni. Akkor szabad vagy arra, itt leszünk kint, és nyugodtan odajöhetsz, és imádkozunk. Érted? De maradhatsz a helyeden is, és csak szólítsd meg az Urat. De csak hogy tudjátok, hogy ma is lesz itt elő imádság, és ha akartok, akkor gyertek.
neked ég a tűzben, oltárainál. Ez a hús vér templom, téged dicsér szívem minden, Úrja, rólad muzsikát. Ez a hús vér templom, érted épül neked. Uram szent vagy, hatalmas vagy, hatalmas vagy, te vagy méltó, te vagy méltó, a dicséretre, a dicséretre, veled jár, veled jár, rád tekintek, rád tekintek, és szeretlek, és szeretlek, minden Yeah.
szeretetteljesen páratlan. Ez a szeretet teljesen páratlan, és nem üres beszél. Ez a szeretet csak egy helyről árad, az Atyától felé. Atyám, én csak hálát adok, és köszönöm, hogy te kegyelmes Isten vagy. Hogy a mai napig a te kegyelmedből élhetünk. Köszönöm, Uram, hogy a fiak vagyunk, a győztesek, a te hadsereged. És hogy, Uram, te arra hívsz minket, hogy ébredjünk fel, és álljunk oda melléd, és lássuk meg a te dicsőségedet, és legyünk részese a te örök tervednek. Legyünk azok, akik fölismerik az idők jeleit, és reagálnak a fiaknak a szívével, az örökösök szívével, a győztesek szívével. És köszönöm, hogy te veszed el minden félelmünket, és te adsz nekünk mennyei erőt, és valóban rajtunk van a te véred oltalma, és megmosol minket, Uram, minden hamisságtól, minden elválasztástól, minden szennytől, Uram, hogy megszentelsz minket, hogy fölemelsz minket, hogy megújítasz minket a te szövetséged erejébe, Uram. Köszönöm, amit ma teszel közöttünk, és maradjon ez rajtunk, Uram. Maradjon a te jelenléted velünk, Uram, és megvalljuk, Uram, hogy szeretünk téged, és hálásak vagyunk, és áldjuk a te nevedet a Jézus nevében. Amen. Amen. Áldott hetet, maradjatok.